Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Miniszterelnök urat kérdezném egy más témában. A hét második felében ülésezik az Európai Néppárt. Miniszterelnök úr, milyen álláspontot képvisel ott Ukrajnával kapcsolatban? Az is érdekes, hogy mi lesz majd az Európai Néppárt csütörtökön és pénteken esedékes dublini tárgyalásain, de szerintem ennél fontosabb, hogy csütörtökön összehívták, illetve csütörtökre összehívták az Európai Unió tagországainak miniszterelnökeit egy rendkívüli ülésre, ahol Ukrajnával fogunk foglalkozni. Ott nekem az lesz majd a dolgom, hogy a magyar álláspontot képviseljem. A magyar álláspontot azt önök ismerhetik, de azért talán helyes, ha most megismétlem. Szóval számunkra ebben az egész konfliktusban a legfontosabb a magyarok biztonsága. Ideértve a Magyarországon élő magyarokat és a Kárpátalján élő magyarokat. Ez az a szempont, ahonnan vizsgáljuk az eseményeket. És a külügyminisztert azért küldtük el Kárpátaljára, hogy tegye világossá az ott élő magyarok előtt, hogy a Kárpátalján élő magyarok számíthatnak ránk. A második magyar érdek, amely szerint alakítjuk a lépéseinket, az Ukrajnára magára vonatkozik. A magyar érdek, hogy Ukrajna egy demokratikus állam legyen. Szóval mi demokratikus Ukrajnát akarunk, olyan Ukrajnát, amelyben biztonságban és otthon érezhetik magukat Ukrajna állampolgárai, ideértve a kisebbségekhez tartozó állampolgárokat, tehát a magyarokat is. Ezért a nyelvtörvény eltörlését Magyarország nem fogadja el. Ezt illegitim döntésnek tartjuk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a magyarokat megillető jogok ne csorbuljanak az ukrán változások eredményeképpen. Ami a helyzet megoldását illeti, a magyar álláspont az a tárgyalásos megoldás. Van egy nyilvánvaló helyzet. Ukrajnát keletről Oroszország határolja, nyugatról pedig az Európai Unió. Ebből következik, hogy Oroszországnak és az Európai Uniónak tárgyalnia kell. Mi azt gondoljuk, hogy a háború egyetlen alternatívája az a tárgyalás. Tehát mi tárgyalást akarunk, és nem fegyveres konfliktust, békét akarunk, és nem vért. Ehhez pedig az kell, hogy a két fél, az Európai Unió és Oroszország tárgyaljon. Ezentúl azt is képviselni fogom majd Brüsszelben, hogy az Európai Uniónak azonnal válaszlépést kell tennie az orosz katonai megmozdulásokra. A válaszlépés nem lehet katonai természetű. A válaszlépésnek határozottnak, azonnalinak és integrációs természetűnek kell lenni. Az erre vonatkozó javaslatainkat pedig majd megtesszük Brüsszelben. Egyúttal azt javaslom, illetve arra kérem, arra hívom föl a magyar politikusokat, hogy tartózkodjanak a felelőtlen nyilatkozatoktól és a felelőtlen magatartástól. Ez egy éles helyzet, és itt elsősorban a magyar érdekek előtérbe helyezésére, hidegvérre és megfontoltságra van szükség. Ennek egyében fogom majd képviselni a magyar álláspontot is Brüsszelben. Köszönjük szépen. Még egy kérdésre van lehetőségünk. TV2-től parancsoljon. Én Ő Excellenciát szeretném kérdezni, hogy az egyháznak milyen szerepe lehet az ukrán krízis megoldásában, hiszen Ukrajna is egy egyházak határán fekvő ország. Az ökumenikus patriarkátus az anya egyháza az ukrán nemzetnek, az ukrán népnek, és mint ilyen mindenféleképpen mi is a béke és a testvériség iránt vagyunk elkötelezettek ezen országban. Imádkozunk a békért, teljes mértékben egyetértek Ő Excellenciája miniszterelnök úr szavaival, amikor azt mondja, hogy a jelenlegi összetett probléma megoldása csak párbeszéd útján történhet, a helyzet megfelelő értékelése mentén, egy azon asztalnál történhet, jó szándéktól vezérelve, tiszteletben tartva az ukrán népnek a jogait. Ez egy mára egy független állam, amelyet 50 ember
amelyben 50 millió ember lakik, ezért nekik joguk, hogy egy demokratikus társadalmat tartsanak fenn, amelyen belül mindenkinek jogában áll megélni saját vallását, saját hitét, saját meggyőződését szabadon. Az ortodox egyház Ukrajnában sajnálatos módon ebben a pillanatban megosztott, három felé osztott. Mi ezek közül csak egyet ismerünk el, mint kánon szempontból felhatalmazott egyházot, de ugyanúgy imádkozunk a teljes ortodox, az összes ortodox hívő újraegyesülése érdekében. Többször fogadtunk onnan érkező delegációkat, az ökumenikus patriarchátuson, jó magam is hat évvel ezelőtt látogattam el Ukrajnába, Kijevbe, egyébként akkor az akkori Juschenko elnök meghívására, és azóta sem maradt abba az egyeztetés az orosz egyházzal, az orosz ortodox egyházzal, amely alá tartozónak az ukrán ortodox egyház vallja magát ma. Holnap után lesz egy találkozó Isztambulban, az ökumenikus patriarchátuson. Összehívtuk az összes ortodox egyház vezetőjét a világ minden pontjáról, és ezen találkozó alkalmával alkalmunk nyílik majd arra is, hogy ne csak az orosz ortodox egyház patriarchájával beszéljünk, hanem minden más testvérünkkel, és együttesen vitassuk azt meg, hogy hogyan tudunk segíteni az ukrán ortodoxoknak. Természetesen Ukrajnában más vallások is képviseltetik magukat, muzulmánok vannak, 5 millió róma alátartozó görögkatolikus él ott, és úgy gondoljuk, hogy mindezen ukrán állampolgároknak a jóléte és biztonsága a vallásunk, az imáinkba kell legyen. Köszönjük a figyelmüket, ezzel a sajtótájékoztató véget ért.